Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp, ami ezúttal 3 napra szól, hiszen az energia nagyon hasonló. Mégpedig május 27-től május 29-ig. Az indiai számítás szerint a hold az Asvini holdházban van a kos jegyében. A kos jelenti azt, hogy itt most nagy mozgás lesz, változások, lesz egy meglepetés, vagy előre mennek a dolgok. Valami lelkesít téged. Persze a tűz eleme, mert a kos jegye a tűz eleméhez tartozik, jelentheti a testi kapcsolatot is a szerelmi élet területén. De nem csak a testi kapcsolat lesz a napokban, hanem mély érzelmek is, hiszen május 27-én a hold együtt áll Vénusz bolygóval. És Vénusz bolygó utal a szerelemre, a hold pedig a mély érzelmekre. Visszatérve az Asvini holdházra. Az Asvini holdház szintén egy új kezdetet, a lelkesedést, ezt a mozgást jelenti. Azon kívül a gyógyító erőd. Ha beteg vagy, vagy valaki beteg a családban, akkor itt a napokban megvan ez a gyógyító erő, javul a helyzet. Azt is jelentheti, hogy ez a hivatásod, és ezen a területen szeretnél dolgozni. És itt most lesz egy jó ajánlat. Ügyelnünk kell a pénzügyi dolgokra. Azon kívül az is lehet, hogy valaki átnéz ezeken a dolgokon, és átvizsgál valamit. Ezek lehetnek hivatalos dolgok is. Ami pedig az utazásukat illeti, itt lesz mozgás, itt vannak külföldi kapcsolatok, lehet egy nyaralás, az is lehet, hogy valaki meglátogat téged. Azon kívül most megvan a lehetőség arra, hogy tanulj valamit, hogy legyen továbbképzés. Azt is jelentheti, hogy nálad van meg a tudás, és te tovább adod a tudásodat, tehát te képezel ki másokat. Azon kívül a hold eléri május 29-én a felfele mozgó kármikus csomót, Ráhút, és ezen a napon lesznek kármikus témák. Jelent egy új kezdetet, egy új irányt, egy új lehetőséget. Ezek az utazások, a szerelem, vagy a továbbképzés. Ami viszont a munkát, a hivatást illeti, most minden olyan lassan mozog előre, akkor is, ha gyógyászat területén lesz egy ajánlat, mégis úgy fogod érezni, hogy nem kapod meg azt az elismerést, amit tulajdonképpen megérdemelnél. De van jó energia is, hiszen egy álom megvalósulhat. Ha hiszel ebben, akkor tényleg úgy lesz, hogy ez az álom, ez egy reális dologgá válik. Ami az élet erőt illeti, itt a napokban lesz mozgás, lesznek meglepetések, lesznek újdonságok, lesz egy új irány, az anyagiakra ügyelj és a munkára, de más életterületen, különösen, ami a szerelmet illeti, itt megvalósulnak az álmok, és szerencséd lesz. Mégis lesznek olyan pillanatok, amikor fáradt vagy, akkor húzódj vissza, hiszen szükséged van a pihenésre és a nyugalomra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!